Nem kérdés az igazság szerint, de egy olyan érdeklődésre, ami azt gondolom, hogy mindenkit érdekelhet. Igen, köszönöm a szót. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Végül is valamilyen formában készültem a kérdés válaszadására, mert eseti bizottság részéről már elhangzott a külsős bizottsági tagtól is, hogy milyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt 3 évben. Tehát nagyon fontos volt az, hogy amikor én átvettem az intézmény vezetését, akkor nagyon sok tényleg kihívással kellett szembenézni, ahogyan polgármester úr is megfogalmazta. Elsődlegesen olyan magasak voltak a törvényi kötelezettségek és a szakmai módszertani elvárások, ami maga után mondta, hogy az intézménynek teljes iratkezelési szabályzatát, dokumentációját, tehát a szakmai programot, illetve ilyenek, hogy munkaköré leírás rendbetétele vált szükségessé. Ugye ezen túlmenően fontos volt azt arra rájönnünk és rádöbbennünk, hogy úgy fejleszteni és úgy alapszolgáltatásokat bővíteni, hogy egy kifeszített költségvetés mellett nem nagyon lehet megvalósítani. Tehát ezért én a fejlődés útját mindenképpen a pályázatokban, tehát a pályázati források kihasználásában láttam, de elsősorban törekedtünk arra minden egyes esetben, hogy csak olyan pályázatokat célozunk meg, ami az intézmény profiljához illeszkedik, illetve amik önerős pályázatok. Tehát ezekre próbáltunk első perctől kezdve fókuszálni. Visszatérve egy kicsit a szakmai módszertani elvárásokhoz, tehát a 8 ellenőrzés során rádöbbentünk arra, hogy muszáj mindenféleképpen a térség, legalábbis a kistérség szociális intézményeihez felzárkózni, és olyan programokat, olyan fórumokat szervezni, ami feladata, vagy részben feladata a gyermekjólét, illetve családsegítő szolgálatnak is. És szembesülnöm kellett azzal, hogy olyanok, hogy szakmaközi megbeszélések, szakmai napok, gyermekvédelmi tanácskozások nem voltak az intézményben. Természetesen azóta erre sort kerítettünk, illetve igyekeztünk olyan fórumokat szervezni, mint Roma Fórum, kicsit közelebb hozni, tehát a roma kultúrát kicsit jobban belelátni abba, hogy milyen problémákkal kell szembesülni például a roma lakosság tekintetében, illetve egészségügyi fórumot is, amit immáron negyedjére készülünk megszervezni. Jövő héten, 29-én lesz a következő egészségügyi fórumunk. Ezen kívül a Nyíregyházi Római Katolikus Karitás segélyszervezettel is sikerült olyan kapcsolatba lépnünk, hogy egy együttműködési megállapodás keretében évente minimum 2 alkalommal adományosztásban részesíti a élelmiszeradományosztásban részesíti a hajdudorongi hátrányos helyzetű lakosságot. Tehát ez egy nagyon nagy munka és feladat, tehát ennek koordináló szerepeit mi látjuk el, tehát munkatársaimmal együtt szervezzük meg, illetve osszuk ki több mint 400 rászoruló családnak, évente 2 alkalommal, mint ahogy említettem, ezeket az élelmiszer adományokat. A megnövekedő problémák, társkapcsolati problémák általában a szülőkkel szemben felállított követelmények, illetve az ő problémájuk is szükségessé tette, hogy a speciális alapszolgáltatásainkon túl bevezessünk felnőtt pszichológiai szolgáltatást is. Ez aktívan egy évig működött. Ennek szerződését azért bontottuk fel, mert majd beszélni fogok az egyik sikeres pályázatunkról, amiben lehetőség volt arra, hogy családterapeutát, családkonzulást alkalmazunk, aki végül is ezt a feladatot ellátja. Továbbá nagyon jó kapcsolatot ápolunk az igazságügyi hivatallal, amelyben nagyon közreműködő szerepet vállaltunk az áldozatsegítés terén, tehát olyan emberek számára, akik valamilyen anyagi kárt szenvedtek, nagyon sok esetben részesültek ennek megfelelően pénzbeli támogatásban.
illetve az oktatási intézményekkel egyeztetve, szintén az igazságügyi hivatal részéről igazságügyi hivatalt kerestük meg, hogy ilyen prevenciós felvilágosító programokat tartsanak rendhagyó osztályfőnöki órák keretében. A Móra Ferenc általános iskolában már ezen túl is vagyunk, tehát itt a devianciákat értem az alatt. Tehát a kezdeményezés volt részünkről az Ifjúságvédelmi Bizottsággal, Ifjúságvédelmi Felelősökkel, Rendőrséggel, hogy a fiatalkorúak prevenciós intézkedésére irányuló lenne, hogy a szórakozó helyeket ellenőrizzük. Tehát ezt mindenképpen a szabadidejünkben vállaljuk. Aktívan 2008 márciusában kezdtük el ezt az ellenőrzést. Én úgy gondolom, hogy napjainkban már csak ritkábban kell erre sort keríteni, mert ennek eredményeképpen visszaszorult a fiatalkorúak, gyermekkorúak szórakozási kedve. Tehát nem látogatják már olyan sűrűn. Az ellenőrzésekről annyit mondanék el röviden a szakmai ellenőrzésről, hogy helytáltunk, tehát igyekeztünk ezeknek a kihívásoknak megfelelni, illetve működő pályázatainknál is, ahol először magát a pályázatokat szeretném bemutatni, és annak eredményéről nagyon röviden beszélni. Tehát ami most jelenleg nem működik, tehát folyamatában kétszer, nem összesen háromszor működtünk együtt a HÉRA alapítvánnyal, ahol olyan hátrányos helyzetű embereknek, akiknek valamilyen energiaköltség, vagyis kimondottan ez csak áram számla támogatásban nyilvánulhatott meg, eddig három alkalommal több mint 100 családnak segítettünk, és 3.194.200 forint támogatásban részesültünk. Ehhez a 10%-os örömlőt minden esetben Hajdúdorogváros polgármestere biztosította.